Sziasztok! A mai videóban ismét egy ingyenes kismama csomagot szeretnék nektek megmutatni, méghozzá a Nativitas csomagot. Ez egy ilyen gólyás, kék színű bőröndben érkezik, vagy hát nem érkezik, hanem el kell érte menni. Bababoltokban, illetve kórházakban. Azt hiszem, ezen a két helyen lehet kiváltani. Tavaly a Lizával ezt én még tudtam DM-be kérni, idén már csak bababoltok és kórházak között tudtam választani. Természetesen bababoltot választottam, hiszen mégiscsak kellemesebb élmény egy ilyen helyre bemenni, mint egy kórházba. Szóval szeretném megmutatni nektek, hogy mi van benne. Hozzátartozik a videó történetéhez, vagy előéletéhez, hogy ezt a dobozt én kettőször felvettem már, és először nem volt bekapcsolva a mikrofonom, úgyhogy hát egy ilyen kb. Ennyi hallatszódott az egész videóból, ennek nem láttam ugye értelmét így kitenni, és utána pedig azonnal észrevettem, hogy probléma van. Elment a nap. Remélem nem lesz nagyon zavaró, hogyha így változnak a fényviszonyok, elég felhős az égként. Szóval utána pedig gyakorlatilag ahogy leállítottam a videót, észrevettem, hogy nem volt bekapcsolva a mikrofon, és felvettem, viszont annyira bennem volt ez a paranoia, hogy tuti megint valami rossz lesz, hogy folyamatosan oda néztem hátra a tükörbe, ahova most, és hát ez így baromi idegesítő, hogy non-stop oda néztem. Egyébként is sokszor pillantok oda, mert ugye, hogyha mutatok valamit, akkor szeretem látni, illetve ez a kamera ez 20 percet tud felvenni, aztán pittyen és meg mindenféle jelzés nélkül leáll, és hát nézem mindig, hogy villog-e a kis piros rekord jelzés, ugye, hogy megy a felvétel. Kisütött a nap. Szóval az első az használhatatlan volt, a másodikat pedig igazából megvághattam, meg feltöltöttem volna, de annyira irritáló volt tényleg, hogy folyamatosan így beszéltem, és magamat néztem a tükörben, hogy éppen látszik-e, amit mondok. Szerintem ez így nem lett volna túl élvezhető. Szóval most harmadjára is, de körülbelül másfél hónap eltéréssel, tehát gyakorlatilag mintha egy új dobozt nyitnék ki, fogalmam nincsen már, hogy mi volt benne. Arra emlékszem, hogy voltak babás magazinok, amik nekem megvannak mind a kettő, és annak annyira nem örültem, de egyébként termékek, fogalmam nincs, hogy mi van benne. Szóval, ha kíváncsiak vagytok az idei, még egyszer felmutatom Nativitas dobozra és annak tartalmára, akkor tartsatok velem. Van itt más is, nem csak Nativitasos cucc. Tavaly ez még nem volt, vagy legalábbis én nem találkoztam ezzel a lehetőséggel. Idén viszont a Babama tudakozó applikáció, és talán weboldaluk is van. Szóval itt is ki lehetett váltani egy ajándékot, ami, ha jól emlékszem, akkor egy cumi. Amit ugye mi nem használtunk a Lizával sem, és nem tervezem majd Emiliával sem. De igen, egy cumi van benne, méghozzá egy kék, rókás, mam cumi, start 0-tól 2 hónapos korig. Szerintem ezeket én el fogom ajándékozni egyébként, mert baromi sok cumink van már, még a Lizától is maradt, mamos is ott is, és idén még ki sem váltottam a Welcome Baby csomagot, amiben pedig elvileg 2 cumi lesz, szintén mam, szóval... Nem ezen szeretnék már gazdagodni, úgyhogy valószínűleg ezeket én valakinek majd oda fogom ajándékozni. Ja. Minden esetre van egy ingyen cumink. Aztán van itt egy Baby Left cumi is. Ha jól emlékszem, akkor ez olyan volt, hogy kupon volt a dobozban. Igen, ez olyan volt, hogy kupon volt a dobozban, és ki lehetett váltani egy ingyen Baby Love cumit, ami ez a 0-tól 2 hónapos korig tartó, vagy való nyugtató cumi. Kiváltottuk, mert miért ne? Ilyen türkiszöld színben kis felhőcskés verzió, szintén valószínűleg ajándékként fogja végezni. Van itt egy rakás termékminta. Egyrészt van egy Nivea Men krém, arcra, testre és kézre használható kis krémecske. Tök jó szerintem, hogy gondoltak az apukákra, mivel baba-mama csomag, ezért annyira nem látom igazából értelmét, de nagyon örülök, hogy kapott a férjem is valamit, úgyhogy ezt este oda is adom neki. Kiesett a kezembe. Aztán volt egy kis ups, excellence zsepi. Ez gondolom 10 darabos.
7 darab. Jó. Ez úgyis kevés arra a néhány napra, amit a kórházban leszünk. Remélem, hogy nem leszek beteg egyébként, hogy február közepén influenza szezonban izgi lesz. Minden esetre nem hiszem, hogy ezt viszem a kórházban, mert ez nagyon pici, de ilyen táskába dobós, vagy autóban a kis oldalt pakolós részre. Tök jó, ezeket szeretjük, használjuk, úgyhogy hasznos végül is. Volt itt egy kis bio-oil minta, ezt ugye a pocakra és mára is ajánlják, hogy a striák megelőzésében, illetve a már kialakult striák eltüntetésében is segítsen. Én a Babylab-nak, tehát a DM saját márkás termékét használom, szóval a Babylab-nak használom a pocakrémét, ami a DM saját márkás terméke, csak kijövök a mondatból, ilyen nagyon hülyén. Volt a Lizával is csomagokban ilyen bio-oil minta. Szerintem ez még benne van az utazós neszeszeremben, amiből nem nagyon szoktam kipakolni, mert ilyen kis fokrém, meg kis dezodor, ezek úgyse nagyon járnak le, és azért utazunk sokat. Biztos el fogom használni, rákenem a hasamra, de hát egy használattól mit vár az ember. Illetve nagyon szerencsés genetikával rendelkezem, anyukámnak 5 gyerek után olyan lapos a hasa, hogy mindegy, elszégyellem magam, ha ránézek. És csíkok sem nagyon vannak rajta szerencsére, vagy hát neki szerencsére, és úgy tűnik, hogy én is ezt az alkatot örököltem, viszonylag hamar lement nekem is a hasam a Lizával való terhességem után, nem tudom kimondani a szülés szót, még mindig, lassan egy év után sem, szóval ez olyan szar egyébként. Na mindegy. Szóval nekem is viszonylag hamar lement a hasam is, és csíkjaim sincsenek. Nekem alapvetően van néhány csíkom, amik így, nem tudom, hogy a hízás vagy a növés, de így kamaszkoromban alakultak ki, és hát azok nem tűntek el, viszont újak sem nagyon vannak. Egy-kettő, talán kettő csíkom lett új a Lizával, és azok is ilyen fehér, vagy gyöngyházfényű, totál elhalványodott és kicsi csíkok formájában látszanak most. Őszintén szólva, ugye én annyira hamar rárandos lettem újra, hogy igazából nem volt időm annyira a testemet nézegetni. Nem tudom, hogy ez mennyire látszódott, amikor éppen össze volt húzódva a hasam. Most ugye nagy megint és feszülés emiatt talán jobban látszanak, de alapvetően nem vagyok zebra, és nem vagyok csíkos, és ami esetleg kialakul, az is inkább világos színű. Szóval mázlimban tudom, minden esetre el fogom használni ezt a bio-oil terméket, aztán majd meglátjuk, hogy ér-e bármit is így egy használattal. Van itt egy kis fokrémem is, egy Zendium fokrém, ami több poén, mert hogy ebből van kb. 5 darabom, mert amíg nagyon sok babakaját... Amíg nagyon sok babakaját evett a Liza, ilyen üveges babakajákat, addig általában a Rossmannból rendeltem így hónap elején, és minden egyes Rossmann rendelés mellett volt egy ilyen kicsi Zendium fokrém, szóval ebből van kb. 5 darab, 15 milli, utazni tökéletes, kórházba is tökéletes, szerintem ezt is fogom elvinni, ennyi. Nem csak apuka kapott néve a krémet, hanem én is, egy intenzív tápláló krémet, ami gyorsan felszívódik elvileg. Gondolom ezt is lehet arcra is, meg testre is használni, meg kézre, igen. Szerintem én ezt az arcomra fogom kipróbálni, mert borzasztó száraz a bőröm, és most kezdek eljutni odáig, hogy már a csipkebogyó olaj sem elég, szóval nem tudom, hogy mi lesz a bőrömmel, rohad le az egész, foszlik, hámlik, minden csinál. Hát, ha segít, és akkor megveszem, nem tudom. És a Nive olyan jó fej volt, hogy az apuka és az anyuka után gondolt a babákra is. Van itt egy fürdető, illetve egy testápoló tej is. Testápolót mi a Lizára abszolút nem használunk és használtunk, semmiféle krémet. Ez a szokásos babahámlása volt neki is, de igazából körülbelül egy hétig tartott, és kb. Kétszer mekentem az aktuálisan nyitott popsikrémmel, amit ugye szintén mindig mondok, hogy nem nagyon használunk. A lába volt, kicsit a lábujjai között hámlott nagyon,
meg az arca, hát az arcát azt nem nagyon kenegettem, a lábujjára pedig egy nagyon picit kentem, de mondom, nála ez ilyen egy hét alatt lezajlott, és nagyon kis szolid volt. Szóval hát meglátjuk, hogy Emilienel fogunk-e ilyen smit használni, hogyha neki is szép bőre lesz, akkor nem hiszem, meglátjuk. A fülető pedig, ha jól emlékszem, akkor alkoholt tartalmaz elég nagy mennyiségben, és emiatt nem is vettük meg a Lizának. Pedig egyébként nagyon szeretjük a névet. Nem, alkoholt nem tartalmaz, viszont parfüm van benne. Na, igen, szóval tudtam, hogy valami van vele. Ekkora mennyiséget szerintem el fogunk használni, viszont mivel ez februárban lejár, Emília pedig februárban születik, ezért ezt valószínűleg a Liza fogja elhasználni. Vagy mi. Meglátjuk majd. Minden esetre köszönjük a Nivának a sok hozzájárulást. Aztán teák, Mecsek bébi teák. Ez gondolom édeskömény tartalmazó teja, ami hasfájásra vagy beválik, vagy még jobban gerjeszti, mert ugye ilyen gáz képző hatású. Lizának nem ezt a Mecsek bébit, hanem a Baba mosoly teát. Az azt hiszem herbária, de nem biztos, szóval azt próbáltuk adni egyszer-kétszer, nem is feltétlenül a hasfájásra, hanem neki, amikor elkezdett megszűnni ez a napi nagyon sok kakirás, és kezdett beállni arra, hogy napi 1-2, akkor ott neki az átmenetnél volt egy olyan 3-4 hét, amikor volt egy ilyen 3-4, akár 5 nap is eltelt kaki nélkül. Elvileg azt mondják, hogy az anyateljes babáknál nem probléma, viszont rajta mi azt láttuk, hogy őt ez zavarta. Tehát nem az volt, hogy üres volt a pelus, vagy csak pisi volt a pelusban, és tök vidám volt a gyerek, hanem mi azt láttuk rajta, hogy ő szeretne kakilni, és próbál kakilni, de nem tud. És nagyon nem szerettünk volna mi így kívülről manuálisan kúpot, szélcsövet, ilyesmiket használni. Nyilván tornáztatni próbáltuk, de nem segített, és akkor kipróbáltuk ezt a babamosoly teát, amivel azt értük el, hogy még fájt is a gyerek hasa, mert hogy az édeskömény az ugye elkezdte a gázokat képezni és hajtani. Szóval nem valószínű, hogy ezt a Mecsek bébi teát mi oda fogjuk adni Emiliának, meg a másikat sem. Valószínűleg a férjem fogja meginni, vagy anyukám, vagy nem tudom, aki éppen erre jár majd. Én biztos nem, mert nekem minden tejától ég a gyomrom, leszámítva a Pikviknek a gyerek teáját, a málnásat, mint rájöttem a legutóbbi betegségem során, szóval egyfajta teát meg tudok inni. Yay! De én biztos nem fogom meginni. Babának nem szeretném odaadni, a Lizának sem szeretném odaadni, szóval valószínűleg a férjem fogja meginni, vagy anyukám, amikor egyszer átjön. Jó, van itt egy magazin, egy kismama magazin, jaj, de hangos, ami ez a Tatárcsillás kiadás, 2018. február-március, mi ezt vesszük, minden alkalommal megvesszük, és megvan ez is. Van hozzá egyébként egy ilyen gyermekbetegséges különszám. Bocs, hogy nem mutatom, csak nagyon zörög. A különszámot is szeretjük, az újságot is szeretjük. Szóval ezt tudom ajánlani annak, aki még esetleg nem veszi. Viszont nekünk ez így a csomagban ugye fölösleges volt. Mert egyébként is megvettük már. Van itt egy herbária szóróanyag, 2 darab mintával az alján. Az egyik az a laktoherb, a másik pedig egy alma és körte ízű gyümölcsteja. Ugye a laktoherb az ilyen tájszaporító és szoktatós anyukáknak ajánlatos. Hát én ezt nem merem, a gyógynövények és a tejaból mi volt amiatt inni, illetve a Lizával is volt elég tejem, úgyhogy nagyon remélem, hogy a kicsivel is lesz majd. A gyümölcs tehát biztos megiszta a férjem, hát a szoktatósat meg majd eldönti, hogy megiszta-e, én nem fogom. Aztán szórólapok, bio oil, Mecsek tejszaporító teja, itt van a Mecsek baby is, Philips Avent
kis füzetke. Van egy Zendium minta, és egy Philips Avent katalógus is van, amiben gondolom cumik-cumis üvegek, talán kanalak is, anyatejtároló pohár, mellszívó, ilyesmik vannak benne végig. Itt mábimbó védőt is látok, vagy kiemelőt, itatófejek, ilyesmik. Ups, szórólap, ugye zsekit kaptunk tőlük. Johnson's szórólap, amit ki sem nyitok, meg sem nézek, mert nagyon nem vagyok kibékülve a céggel és a termékeikkel és a termékeik összetevőivel. Aztán Jordan gyermekfogkefék szórólapja, és a hátulján pedig Octeniszept. Octeniszeptet mi használtunk köldökre is, köldökre csak ezt használtuk, illetve ugye a Lizának még a fülbevaló, ugye a Liza még a kórházban kapott fülbevalót, ezt emivel is így szeretnénk, és nem gyulladt be neki, nagyon szép volt végig, viszont az elején volt egy pici váladék, ami így jött belőle, hát nyilván, és mi erre is ezt a tanácsot kaptuk a gyerekorvostól, hogy így octeniszeptes vattával egy picit törölgessük el. Gyönyörű szép egyébként a luka, a fülbevaló luka. Igen, illetve én még mindig paranoiás vagyok a körömvágást illetően, úgyhogy én minden egyes körömvágás előtt kezenként és lábanként, tehát ha mindent vágok, akkor 4 alkalommal, ha csak a kezét, akkor 2 alkalommal ráfújok egyet-egyet a kis baba körömcsipeszre, mert sajnos előfordult, hogy belevágtam egy picit a bőrébe, és egy picit vérezgetett, és úgy gondolom, hogy bár ekkor még nagyon pici volt, és most már nyugodt, és nézi, és érdeklődik, hogy én mit művelek vele. Szóval nem valószínű, hogy mostanában is bele fogok vágni, de még mindig biztonságosabbnak érzem, hogy ráfújok egyet ebből a fertőtlenítő cuccból a kis csipeszre. Jordan gyermekfogkeféhez pedig egészen ideig nem volt szerencsénk, viszont az aktuális Hello Baby magazinhoz, ez itt a reklám helye, járt egy ajándékba, úgyhogy most már meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen. Ennek a hátulja rágóka, a keféje pedig sima kefe. Ugye a Lizának most már 9 foga van, jön a 10-től 12-ig is még 3. A kis örlők jönnek most éppen neki egyébként. És ezáltal rendes fogkefével meg fogkrémmel mosunk neki fogat. Egyébként Vademekum fogkrémet használunk, ha ez bárkit is érdekel. És még az Endiumtól kaptunk egy ilyen makibújt, az első fogam babakártyát. Emilia is kapott már nagy babakártyás csomagot. Egyébként nagyon sokan kérdezitek, Sweet Little Home a cég neve, akitől az én babakártyáim vannak, és nem ingyen kaptam, és nem szponzorált, és meg sincs beszélve, de nagyon szívesen elmondom mindig, mert egyrészt nagyon kedves a hölgyemény, aki terjeszti, és gondolom készíti is ezeket, másrészt pedig tökre szeretem ezeket a babakártyákat. Igen, és van még itt egy Hello Baby külön szám, 2018-as sikertörténetek. Ez is idei, azt hiszem tavasszal volt valamikor, és hát igen, szóval megvan nekünk, ki is olvastam, de tök jó, hogy beletették, mert így első babás kismamaként nekem mondjuk nagyon tetszett, hogy akkor is voltak az újságok a dobozokban, és így tudtam, hogy melyiktől mire számítsak. Azóta is vásárolom mind a kettőt, és szerintem tök jó kis cikkek vannak benne. Vannak bugyuta cikkek benne, de vannak jó cikkek is benne. Úgyhogy ennyi, és ki is ürült a kis bőrönd. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most már ez a videó így jó, és van hangja, és belenéztem azért az esetek többségében a kamerába, és látszott minden, és hogy nem beszéltem össze-vissza minden baromságot, mert nagyon szófosásom van most, nem tudom, hogy mi miatt. Köszi, hogy velem voltatok, remélem tetszett a videó. Ha van kedvetek, írjátok meg, hogy nálatok más tájegységen, esetleg az ország másik részében esetleg milyen termékek voltak benne, volt-e eltérés, illetve hogy ti örülnétek-e egy ilyen csomagnak így ingyen, és kiváltjátok-e ezeket a baba csomagokat, mert nekem olyan evidens, hogy kiváltom mind a két gyerköccel, meg majd, ha még várandós leszek, akkor velük is meglátjuk. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, és hogy nem volt nagyon-nagyon elviselhetetlenül hosszú, vagy ha mégis, akkor ez nem zavart titeket. És sziasztok!
Én meglelövöm magam.